Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit az Összhang Kulturális magazin műsorunkban. Adásunk a következőképpen alakul. Beszélgetés dr. Szilágyi Gyula orgonaművésszel. Papp Lajos professzor, szívsebésszel riport a Szívünk titkai és a Magyarok egészségkönyve című köteteiről. Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész 2018-ban Fakultát Organika címmel szervezett orgona koncert sorozatot a Gazdagréti Szent Angyalok templomban. A 2020-as esztendőben újabb sorozat szervezésére és bemutatására vállalkozott. A Lisszabonban 400 éve kiadott Flores de Musica, vagyis a Zenei Virágok című billentyűs gyűjtemény bemutatását tűzte ki célul. Hogy ez hogyan sikerült, erről kérdeztem az orgonaművészt a koncert utolsó állomása előtt. Szeretettel köszöntöm Szilágyi Gyula orgonaművészt, a Zenei Virágok koncertsorozatnak az utolsó állomásához érkeztünk. Hogyan összegezné az elmúlt 5 alkalmat, hiszen ez az utolsó lesz a záró koncert? Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Az ember ilyenkor elgondolkodik és próbál mérleget készíteni. Onnantól kezdve, hogy ugye februárban még nem tudtunk semmit se, hogy mi hogy lesz, és az ember békességesen tervezi a jövőjét, és dátumokat tervez, próbál a helyszínt is ugye rendezni, és így tovább a együttműködő barátait, kollégáit, és aztán szinte majdnem mindent felülír a mindennapi helyzet, és ez kezdettől fogva sajnálatos módon így van. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy nagyon örülök, hogy már idáig is eljutottunk, ez az egyik fontos dolog, és azt hiszem, hogy nem szégyenültünk meg idáig sem. Nagy várakozással állunk a vasárnapi hangverseny elébe, és ugyanazzal a lendülettel megpróbáljuk méltóképpen befejezni ezt a sorozatot. Elhangzottak olyan ötletek a barátaimtól, hogy napoljuk el, sőt, toljuk át a következő évre. Én viszont, hát most több oknál fogva is, azt úgy döntöttem, hogy ezt most ebben az évben mindenképpen be kell fejezni, és azt is minél hamarabb, sajnos nekem is ugye vannak egyéb kihívásaim még az év hátra levő részében. Próbáltam egy kicsit úgy végig gondolni, hogyan zajlott ez az 5 koncert eddig, és vajon megérte. Nyilván nem anyagi természetű a kérdés, feltevés, hogy most megérte vagy nem érte. Valamikor, amikor még Portugáliában éltem, az Algarvén, az országnak a déli tartományában, egy Lagos nevű kis városkában van egy emlékmű, ami a portugál felfedezőknek, a tengerészeknek, akiről hát valamennyi tudásunk hol van, hol nincs, a történelem könyvekből, a Díaz Bertalan, a Magellán, ugye ezek mind a nagy felfedezők voltak. Ott ezen az emlékművön Fernando Pessoa-nak egy nagyon furcsa és érdekes költőnek a vers részlete van kiírva,
portugál nyelven természetesen, az van kiírva, hogy megérte, és a válasz is oda van írva, hogy ha a szív akarja, akkor megéri. Tehát ez a legfontosabb szerintem, hogy itt nem külső feltételeknek kell eleget tennünk, hanem pontosabban azoknak a belső indítatásoknak, amit persze kívülről kapunk, és felső kívánságra mondhatnánk, ezeknek próbálunk eleget tenni a magunk legjobb módján. Úgyhogy a statisztika, hát az, hogy tulajdonképpen a vállalás, a Manuel Rodríguez Coelho Orgona könyvének a nagy művei, a 24 fantázia, ezek a négy szólamú művek, amiket Tentunak hívnak, és a könyv második részéből a liturgikus művek közül is a nagyobb lélegzetű művek, azok mondhatjuk azt, hogy mind elhangzanak. Eddig is most már csak a maradék van hátra, ha jól mondjuk. A műsor ugye ki lett egészítve a portugál reneszánsz, késő reneszánsz polifon termésével, és hát ennek a mérlege elég érdekes, mert majdhogy nem túl teljesítettük az elgondolást. Én akkor először csak arra gondoltam, hogy egy-kettő ilyen motettát beteszünk a műsorba, de aztán elkezdett habzani a dolog, és a kollégáim, barátaimnak az érdeklődése is magasra hágott. Úgyhogy ez is inspirált arra, hogy megnehezítsem a dolgukat, és majdnem mindig hát jó nehéz műveket tettem az orruk elé, és nagyon szépen megoldották, és most is nagy lelkesedéssel állnak mögöttem. Úgyhogy ez úgy erőt ad, és engem is inspirált ez az orgona játékban. Tehát azok a művek, amiket eljátszottam eddig, szerintem nagyon jól kiegészültek ezzel a kortárs vokális művészettel. 22 ilyen motetta, vagy hát vokális mű hangzott el. Ez nem annyi tétel, mert vannak több tételes művek, például misét, halotti misét is énekeltünk. Tehát ez jóval több az a szám, ha tételekben nézzük. 9 zeneszerzőtől, akik úgy nagyjából egy évszázadot, a 16. század elejétől, mondjuk úgy, hogy a 17. elejéig lefedik ezt a korszakot, és hát ebben vannak markánsabb, kevésbé markánsabb, vagy inkább azt mondom, hogy ismertebb és kevésbé ismertebb zeneszerzők. Ezeknek a műveit énekeltük. Én szerintem hasonló vállalkozásra még magában Portugáliában se került sor. Úgyhogy szerintem kihúzhatjuk magunkat ebbe a kérdésbe.
mondhatjuk azt is, hogy egy jős bemutató volt, hiszen maga ennek a hangszernek a megszólaltatása sem egy könnyű dolog. Felmerült bennem az is, hogy esetleg egy más orgonán el lehetett volna játszani ezeket a darabokat? Először talán arra reagálnék, hogy hát én ezzel az orgonával kezdettől fogva barátságba kerültem. Talán a nézők számára nem elég nem ismert, amikor ez az orgona megépült. 2016. szeptemberben lett készen, és hát az a megtiszteltetés jutott nekem, és illetve mondhatnám azt, hogy inkább kihívás, hogy a doktori mestermű koncertemet azt itt játszhattam, a már éppen frissen elkészült orgonán. Úgyhogy én nekem ez már kezdettől fogva így, hát majdhogy nem azt mondom, hogy az ujjaim alá nőtt a hangszer, és kezdettől fogva lelki kontaktusban vagyok ezzel az orgonával. És az emberben persze ugye megfogannak más művek is, más repertoár, vagy talán inkább úgy mondhatnám, hogy nem csak a kimondottan kasztíliai kötődésű repertoár, ez az orgona alkalmas más nemzeti stílusoknak a megszólaltatására is, természetesen csak a maga évszázadához kötődő zenei környezetből. Nagyon tovább nem lehet rajta játszani vagy menni, mint a korabarokk zenék, úgyhogy, de hát ebből bőven van, és hát a másik oldal, hogy vajon lejátszható ez, természetesen a mostani sorozat darabjai az úgynevezett osztatlan billentyűzetre készültek, tehát a portugál orgonaépítészetbe nem volt ennyire meggyökerezve az a fajta orgonatechnika, építőtechnika, mint amit ez az orgona képvisel. Ugye Kasztília, Spanyolország, és ott egy teljesen más irányt vett az orgona építészet a 17. századba, sőt a 16. századba. A 17. századra tulajdonképpen minden orgona olyan lett, hogy minden regiszterét, az egymanuálos orgona minden regiszterét két külön félből lehetett összerakni. Tehát két célládája volt, egy a jobb, meg a másik a bal kéz számára, és ebből állt össze tulajdonképpen az orgona mű, tehát hogy ugyanazt a hangszint akarta az orgonista, akkor két kapcsolót kellett kihúzni, két fogantyút. A portugál orgonákon nem volt ez annyira nagy divat. Ő pontosan a mi zeneszerzőnk, amit most én játszok, Manuel Rodríguez Coelho tollából, ő neki nem volt ilyen hangszere. Az ő orgonáján az egymanuálon voltak ugyan regiszterek, de ilyen félregiszterek vagy osztott regiszterek nem voltak. Persze ez abszolút nem probléma, és külön jó, hogy ezen az orgonán egy korabeli régi hangolási szisztéma van, ami ezeknek a műveknek az akusztikai viszonyát rendkívül jól visszaadja, a hangközöket, ez a bizonyos középhangos temperatúra. Úgyhogy ilyen értelemben teljesen autentikus a rajta elhangzó játék. Mondjuk, hogy talán nem annyira látványosan változatos, mintha most spanyol muzsikát játszanék, ahol a félregiszterekkel lehet különféle hangszíneket, ugye jobb meg balkész számára szóló színeket létrehozni, de a zenei struktúrák azok ugyanolyan értékűek, a daraboknak a felépítése, a témáknak a feldolgozása a darabon belül. Én mindig azt mondom, hogy ez nem azon múlik, hogy most a hangszernek hány regisztere, meg hány manuálja van, a legkisebb egy-két regiszteres pozitív orgonákon is ugyanígy le lehetne játszani ezt a repertoárt, mert hiszen maga a zene az, ami fontos. Tehát nem a megszólalásnak a, mondjuk úgy, hogy hangereje, vagy hát kicsit a előtérbe helyezkedő hangszínek, hanem akármilyen hangszínen hallgatja ezt az ember ezt a zenét,
az hasonló élményt nyújt. Mert ha a zene maga olyan erős, és annyira stabil, annyira jól megkonstruált, hogy nincs az a földrengés, ami hát tönkretenné. Professzor Papp Lajos szívsebész munkássága, kutatói és klinikai tapasztalatai nem csak hazánkban, hanem határainkon túl is ismertek. Az általa kidolgozott módszerek közül vannak, amelyeket napjainkban is alkalmaznak. Európán kívül az Amerikai Egyesült Államokban a Harvard Egyetemen is járt vendég előadóként, ahol kutatói munkát is folytatott. Lételeme a szolgálat. A gyógyítás, melyet a Teremtőtől kapott, s melyet hittel és szeretettel végez. Munkásságát számos díjéhal, kitüntetéssel ismerték el. Néhány ezek közül. 1996 az év nemzetközi embere Oxford. 1998 Magyar Művészeti Akadémia aranyérme. 2001 Széchenyi díj. 2003 Magyar Örökség díj. 2006 Prima díj tudományos kategóriában. 2006 Prima Primissima díj közönségdíj. 2011 Budapest díszpolgára. 2011 a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztje a csillaggal. Életének alappillérei: a kereszténység, a magyarság, a hazaszeretet, az ősök tisztelete. Ugyan napjainkban már nem operál, de nyugdíjas éveit aktívan éli. Gyógyít, előadásokat tart, bölcsességeit, tapasztalatait továbbra is papírra veti, s könyv formájában megjelenteti. A hegyvidéki Trianon Harangja Társaság meghívására érkezett Gazdagrétre. Az előadás előtt kérdeztem professzor urat a legújabb könyveiről, amelyekben beszámol gyógyulásokról, csodákról, halál közeli élményeiről is. Szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió nézői nevében professzor Papp Lajost, aki megtisztelt bennünket, és ma egy trianoni megemlékezésnek a szónoka lesz. De én nem erről kérdezném professzor urat, hanem a legutóbb megjelent könyveiről. A szív az ön fontos területe. Nem csak a tested gyógyítja, hanem a lelket is. Mindig ezt mondja betegeinek, hogy a test és a lélek egységben van. Több könyvének is a címébe benne van a szív. Mit tudhatunk, mennyiben másak ezek az utóbbi könyvek, mint a többiek? 50 éve, amikor másodéves orvostan hallgatóként élettamból a szív és keringést tanultam, azóta kutatom a szív titkait, mert ami ott le volt írva, az orvostól hallgató gondolkodásának sem felelt meg. Tudnék, van egy előzmény, az nem más, mint 1616-ban egy William Harvey nevű angol anatómus sebész előadást tartott a szívműködés és vérkeringés új elméletéről. 1628-ban ezt egy tudományos közleménybe közölte, és azóta ezt tanítják iskolában, egyetemen, az orvosoknak is.
Ez körülbelül olyan tévedés, mint hogy a középkorban mágián égették el azokat, akik azt vallották, hogy a Föld a nap körül kering. A Föld a nap körül keringett, de ők az ellenkezőjét hirdették, hogy a nap kering a Föld körül. A mágián elégettek sokan, szerencsétlenek, nem voltak hajlandók megalkudni. Ilyen tévedés a szívműködés jelenleg ismert és tanított teóriája, mert nem a nap kering a Föld körül, hanem a Föld a nap körül. Mi ennek a lényege? A szív a fogantatásunk harmadik hetétől, mint elemi szívcső elkezd pulzálni. Ilyenkor még a magzat mikroszkópikus nagyságú. Meddig kell a szívnek működnie, addig még meg nem halunk. De az, amit tanítanak, az arról szól, hogy a szívünk egy dugattyús pumpa. Ha ez így lenne, akkor én nem operálhattam volna a betegeket, mert ha dugattyú hibázik, akkor a motor leáll. A szívünk úgy működik, ahogy azt még 200 évvel ezelőtt pontosan tudták, mert a lélegzetet nem lélegzetnek hívták, hanem lélekzetnek, kiadá lelkét, s meghala. Tehát a keringés a tüdőben kezdődik. Amikor levegőt szívunk be, megterődnek a léghólyagok levegővel, és kinyomják a vért a tüdőből. Ugyanúgy, ahogy ön otthon a spongyából kinyomja a vizet, és csak akkor tud újabb vizet beszívni, ha a kis hólyagok üresek. Ezzel kezdődik a keringés, és a szívben, bár vannak egyenirányító szelepek, ezeket a szelepeket billentyűknek hívjuk, és ez a Harvey mester a mechanika évszázadában élt, a Descartes-i időkben, amit mindig és mindenütt csak mechanikusan képzeltek el. Descartes is azt mondta, hogy az ember az egy gép, és egy pici területet, a corpus pineálét, a dobozmirigyet, vagy más néven az agyfüggeléket fogadta el, mint a racionális lélek helyét. Hát vagy lélek, vagy racionalitás, már ellentmondás van a kifejezésben is. Tehát a lényeg az, hogy a mi szívünk úgy működik, mint egy pulzus generátor. Pulzust indít, és ez a pulzus végig szalad az ereken. A szívünk egyetlen év alatt 50 milliószor húzódik össze. Számolják ki a 70-80 évesek, hány milliószor kellett a szívnek összehúzódnia, a billentyűket kinyitni és a vért pumpálni régi elvek szerint, de nem pumpálja, hanem egy körpályán továbbítja. Úgy kell elképzelni, mint a játszótéren a körhintát. Amikor megindítjuk a körhintát, akkor az kell egy kis erő, de utána egy ujjal lehet a körhintát pörgetni, és ez a körbe folyó vér a tüdőből indított nyomással juttatja ki a fő ütő érbe a vért. Ez azért nagyon fontos, mert most, amikor a Covid rettenetes fenyegetettségébe vagyunk, tudni kell, hogy a tüdőnek milyen óriási szerepe van a keringés indításában és fenntartásában. Ha a léghólyagok folyadékkal megtelnek, ezt tüdőgyulladásnak hívjuk. Csak addig még a tüdőgyulladást az okozó baktérium, vagy az influenza vírus tüdőgyulladást okoz, az szinte víztiszta folyadék gépi lélegeztetéssel, túlnyomással az egy részét vissza lehet nyomni a tüdő szöveteibe, egy részét leszívni,
A Covid-nál viszont egy kocsonyás anyag tölti ki a léghólyagokat, eltávolíthatatlan. Ezért nagyon fontos, hogy minden ember tudja, hogy hogy lehet megelőzni a bajt. Tehát mivel a keringés ott kezdődik, a léghólyagok kinyitása rendkívül fontos, ezért tudni kell, hogy így, amikor beszélgetünk, akkor egy lélegzetbevételre 500 ml levegőt szívunk be, de ebből 150 ml a holt bér, mert az kibejár és nem vesz részt a légcserébe. Ha 20-as légzés számmal számolunk, az egy perc alatt 7 liter. De a mi tüdőnk képes a vitál kapacitás, az élet kapacitás során mély légvétel, utána teljes légvétel levegő kifújása 3,5-4 liter. Tehát a COVID és a keringés, COVID megelőzésére, a keringés fenntartására az a fontos, hogy minden órában legalább 10 mély lélegzetet vegyünk, mert amikor 10 mély lélegzetet veszünk, az 10x4, az 40 liter, tehát több, mint 5-ször nagyobb, mint a nyugalmi légzés. És van még egy fontos dolog, hogy világosan kell látni, hogy ebben a pillanatban nem ismerjük az ellenséget. Nem tudunk az ellenségre felkészülni, mert nem ismerjük. Mit kell tennünk? Lehetőleg óvni azt, ami megvan, az immunitásunk fenntartását, és most ősszel, ha kimennek az erdőbe, akkor ingyen antibiotikus kezelésbe részesülnek. Fleming annak idején úgy fedezte fel a penicillint, hogy baktériumokat tenyészett. Ez volt az ő tudománya. Egyik reggel bement a laboratóriumba, és nem volt baktérium. Megnézte mikroszkóp alatt, és kiderült, hogy a gombák megölték a baktériumokat. Ha most a levélhullás során, ahol rothadnak a levelek, a gombák micéliumai szállnak föl, és ahogy szívjuk be a levegőt, ingyen antibiotikus kezelésbe részesülünk. A keringés fenntartásának egy másik fontos, nagyon fontos szereplője a mozgás. Hippokrátész annak idején megfogalmazta az egészségnek a titkát. Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelki ismeret és mozgás. A mozgással a szervezetünk és a szív olyan ingereket kap, amely a keringő vért eltávolítja, továbbítja a legkisebb sejtekbe. Tessék végig gondolni, hogyha az élpályánkat összeraknánk egy vonalba, az kétszer körbeérni a földet az egyenlítőnél. 100 000 kilométer hosszú. Ha 50 milliószor húzódik össze, és ez az élpálya karbantartott, akkor már sokat tettünk az egészségünkért. És befejezésünk, és nagyon fontos, az immunrendszerünk 70%-a a gyomor-bélrendszerbe helyezkedik el. Az immunrendszerünket nem szabad terhelni nehéz ételekkel, nem szabad puffasztó nehéz ételeket fogyasztani, sőt, alkalmattán diétázni is kell. Az éhség a barátunk. Mert amikor éhezünk, akkor bekapcsolódnak nem csak az immunrendszer, hanem az úgynevezett killer ölő sejtek, amely a rossz sejteket elpusztítja. Tehát tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, kevés, tiszta lelkiismeret és nagyon sok mozgás. Ez biztosítja az egészségünket. Nagyon szépen köszönöm, és végezetül még csak annyit, hogy ezeket a magvas gondolatokat nyilván többször is érdemes lenne meghallgatni, de hogy akik ezt nem tehetik meg, akkor a könyvében megtalálják. Részletesen minden apró részletre kiterjedően én megírtam
már 15 éve megírtam, hogy miért nem működhet úgy a szíva, hogy tanítják, de a NASA kérésére, akik tervezik a Marsra szállást, megírtam, hogy hogy működik a szív, szívünk titkai és a szívműködés és vérkeringés új elmélet, ez két könyv egybefűzve, és a mindennapi gyakorlat, a mindennapi teendőkre pedig még egy könyvet megjelentettem, ez a Magyarok egészség könyve. Test, lélek, szellem, ez egy háromlábú szék, mind a három lábnak épnek kell lenni ahhoz, hogy a szék fel ne boruljon. A léleknek is, a szellemnek is, és a testnek is. Kedves nézőink, az Összhang című kulturális magazin műsort látták. A jövő héten is szombaton 16 órától jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!